Naponta több ezer hallgató megfordul az STE Klebelsberg könyvtárban, de vajon hányan ismerik az ott fellelhető kincseket? A Szegedi Egyetemi Könyvtár az 1921-22-es tanévben a Dugonics téri épület két helyiségében volt megtalálható, amikor is még csak 50 ezer kötetes könyvanyaggal rendelkezett. Az évek során egyetemi tanárok és gyűjtők adományoztak könyveket a könyvtár részére, 1945-től pedig már módszeresen bővítették a gyűjteményt. A könyvtár 2004-ben költözött át az új épületébe, az Ady téri József Attila Tanulmányi és Információs Központba, és a mai napig ott működik. Az épület földszintjén lehet bejutni a könyvtárba, itt működik a kölcsönző, illetve a könyvtár információs pult is. Az első emeleten találhatóak az általános és társadalomtudományi kötetek, a második emelet a történelemtudomány és szociológia könyvek helye, a harmadik emeleten a nyelvészettel és irodalommal kapcsolatos kötetek találhatóak, a legfelső, negyedik emeleten pedig az élet és természettudományok iránt érdeklődők találhatják meg az ehhez kapcsolódó könyveket. A könyvek mellett minden emeleten ki van alakítva tanulási tér, ahol a látogatók kölcsönzés nélkül is használhatják a könyvtár nyújtotta köteteket, de természetesen saját könyveket, tanulási eszközöket is bevihetnek magukkal. Az olvasóterektől elkülönítve a könyvtár rendelkezik két számítógépes kabinettel is, amit szintén szabadon használhatnak a látogatók, ez is kutatásaikat, tanulmányaikat segítve. A könyvtár 14.600 négyzetméteres területtel és 1.300 ülőhelyel, 31.500 beiratkozott olvasóval rendelkezik, és átlag napi látogatottsága 2.400 főre tehető. 2 millió dokumentum a teljes gyűjtemény, a polcokon csak nem 400.000 könyv és folyóirat kötet található. Raktári kérésekkel is kérhetők ki könyvek, amik nagy része szintén kikölcsönözhető, akadnak viszont olyanok is, amiket csak egyetemi polgárok kölcsönözhetnek ki kifejezetten egy éjszakára, illetve olyanok is, amiket egyáltalán nincs lehetőség kikölcsönözni, és csak az olvasótermekben használhatóak. A könyvtár rendelkezik külön gyűjteményekkel, egészen pontosan 10-zel. A Hungarika gyűjtemény például külföldi látogatóknak nyújt tájékoztatást Magyarországról, nyelvkönyveket és folyóiratokat tartalmaz. A hispanisztika külön gyűjteményben többségében spanyol nyelvű szakirodalom lehető fel, illetve olyan magyar, angol nyelvű művek, amik Latin Amerikával és Spanyolországgal foglalkoznak. A hadtörténeti gyűjteményt körülbelül 1300 angol nyelvű kötet képezi, amely egy München közelében állomásozó amerikai katonai alakulat tulajdonában volt. Az egységet 1992-ben leszerelték, a könyveket pedig Király Béla, akkori parlamenti képviselő Magyarországra szállítatta, azóta a gyűjtemény folyamatosan bővül. Ezek többsége az olvasói terekben megtalálható, viszont van olyan, amely külön helyiségekben helyezkedik el. Ilyen például a régi könyvek tára, ami az épület harmadik emeletén található, és a könyvnyomtatás kezdetétől 1850-ig megjelent magyar vonatkozású nyomtatványokat, illetve az 1700-ig kiadott nem hungarikumnak számító könyveket őrzi. Itt találhatók azon magángyűjtők könyvei, akik a könyvtár alakulásakor köteteket adományoztak, illetve kéziratok, országgyűlési iratok, kézikönyvek.
Ilyen gyűjtemény továbbá az egyetemi gyűjtemény, ami érdeklődők számára szabadon nem hozzáférhető. Ez a gyűjtemény magában foglalja mindazon dokumentumokat, amik a Szegedi Tudományegyetemmel állnak kapcsolatban, tartalmaz fényképeket, sajtóközleményeket és tárgyi emlékeket, többek között Szent Györgyi Alberthez kapcsolódó cikkeket és fotókat. A zenei gyűjtemény korlátozottan érhető el, a könyvtár valamennyi beiratkozott olvasója használhatja és kölcsönözhet onnan. Állományukat kották, könyvek, folyóiratok, videókazetták, zenei CD-k és DVD-k, lemezek alkotják. Talán nem is gondolnák, de a könyvtár legértékesebb könyve egy szakácskönyv. Nem is akármilyen, hanem az első nyomtatott magyar nyelvű szakácskönyv második kiadásának egyetlen és épp példánya, ami a Szakácsmesterségnek könyvecskéje címet viseli, és 1698-ban jelent meg. A régi könyvektára büszkélkedett a könyvtár másik értékes tárgyaival, amely a Kiepert Iker glóbuszok, amelyeket a földrajzi tanszéktől kaptak. Kezdetben csak egy, Heinrich Kiepert által szerkesztett földgömb volt, viszont a restaurálás megkezdésénél kiderült, hogy a fedőrétek alatt egy másik, teljesen épp felszín is található. Így lett a könyvtár birtokában egyből kettő ritka glóbusz, így mindkettőbe tudja mutatni a földrajz és a kartográfia 19. század végi állapotát. A raktárak, ahova látogatók nem járhatnak be, közel 1 millió kötetet tartalmaznak. Nyitott könyvtári túrák alkalmával az érdeklődők megtekinthetik például a gördíthető polcos irattári állványokat, amik egyszerűbbé teszik a könyvek raktározását. Ezen információk ismeretében a látogatók talán már más érzéssel lépik át a könyvtár kapuit.